Hétfőn megnyitotta az új okmányiroda a kapuit a Krisztina körút 2-4 szám alatt. Bioételeket készítettek a hegyvidéki óvodások. 88 hajléktalannak adományozott szemüveget a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat. 19 óra van. Jó estét kívánok! Hegyvidéki híreinket látják. December 10-én hétfőn a megszokott időpontban 13 órakor megnyitott a kapuit a Krisztina körút 2-4 szám alatt az új okmányiroda. A megszokott nyitvatartási rendszerben és változatlan telefonszámmal várják az ügyfeleket az okmányiroda munkatársai. December 10-én 13 órakor megnyitott a kapuit az új okmányiroda a Krisztina körút 2-4 szám alatt. Nyitáskor természetesen sokan voltak, viszonylag zökkenőmentesen sikerült elindítani a szolgáltatásokat. Az új iroda az ügyfelek részére egy helyen nyújtja az összes szolgáltatást. Az új helyiség tágasabb, kényelmesebb, több ügyfél fogadására alkalmas. Bővültek az ügyintéző ablakok is, így egyszerre többen is el tudják intézni például a lakcímbejelentést, vagy az egyéni vállalkozói ügyintézést. Az új irodában növeltük az ügyintézői pultok számát, ami azt jelenti, hogy például a lakcímbejelentésnél a korábbi egy pult helyett most már párhuzamosan két ügyintézői pult működik, továbbá az egyéni vállalkozói ügyintézés is két pulttal üzemel. Az okmányirodának csak a címe változott meg, a megszokott nyitvatartási és ügyintézési rendben működik, változatlan telefonszámmal. A normális kerékvágásban zajlik az ügyfélfogadás, és a számítógépes rendszerek üzemel. Az ügyfélfogadási időnk az eddigi megszokott szokásos nyitvatartási rendszerint működünk. Az elkészült okmányok átadása hétfőn 1 órától este 8-ig van, és csütörtökön 8-tól 4-ig ugyanúgy biztosítjuk az okmányátadást, mint a polgármesteri hivatal épületében. Az ügyintézéshez kapcsolódó díja befizetésére a bankkártyás rendszer itt is üzemel, valamint a postai szolgáltatás is elérhető helyben. Itt is lehetőség van a bankkártyás befizetésre, továbbá az okmányirodai eljárásokhoz kapcsolódó díjak, illetékek a helyben történő postai befizetésére. Az okmányiroda kiköltözött ugyan a polgármesteri hivatalból, azonban december 31-ig még a hivatalhoz tartozik, és annak egyik szervezeti egységeként működik. Hétfőn a megszokott ügyfélfogadási rend szerint 13 órakor az új helyen az okmányirodánk megnyitotta kapuit. Kisebb-nagyobb fennakadásokkal, de elmondható, hogy zökkenőmentesen vette az első napot az okmányirodánk. Egészen december 31-ig továbbra is a polgármesteri hivatalhoz tartozik, annak egyik szervezeti egységeként működik. Júniusban döntött arról az országgyűlés, hogy a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képző járásokat, járási hivatalokat újra kialakítják. Október 30-án ünnepélyes keretek között létrejöttek a járási megállapodások Budapest főváros kormányhivatala és a 23 fővárosi kerület között. A járási hivataloknál államigazgatási ügyet lehet majd jövő januártól intézni. Mivel az okmányiroda is ilyen jellegű államigazgatási feladatokat lát el, így 2013. januárjától többek között ez a feladat kör is átkerül a járási hivatalhoz. 2013. január 1-től az okmányirodai feladatok a járási hivatalhoz fognak kerülni. Azért, hogy minden egy helyben legyen, és a járási hivatal a feladatokat zökkenőmentesen tudja átvenni, mi célszerűnek tartottuk, hogy az okmányirodánk egy új, sokkal tágasabb, világosabb helyre költözzön. A költözés mellett szólt még az is, hogy egy olyan helyre költözzön az okmányiroda, ahol biztosítani tudjuk az ügyfélcentrikusságot, és az ügyfeleknek az igényeit maximálisan szem előtt tudjuk tartani. A két ünnep között december 27-én és 28-án nyitva tart az okmányiroda. December 27-én csütörtökön a megszokott rendben csak az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. December 28-án pénteken azonban reggel 8 órától 12 óráig várják a Krisztina körút 2-4 szám alatt az ügyeiket intéző hegyvidéki polgárokat. December 27-én csütörtökön egyébként is zárva tartana a csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint az okmányiroda, ezért a két ünnep közötti nyitvatartási rend a 28-át érinti igazából, és akkor a pénteki ügyfélfogadási rend szerint lesz nyitva az okmányiroda, imáron az új helyen a Krisztina körút 2-4 szám alatt. Díjátadó ünnepséggel zárult a Bionap az óvodában című programsorozat.
A kerület óvodáiban az elmúlt egy hónapban több az egészséges életmódról szóló foglalkozást tartottak. A gyerekek megismerkedtek a bio alapanyagokkal, és különböző ételeket készítettek. Élményeiket végül rajzban fogalmazták meg. A 33 legszebbnek ítélt alkotást egy-egy egészséges alapanyagokból álló ajándékcsomaggal díjazták. Sütéssel kezdődött. Lakik a dióhéjban, nem lakhatott bárki, csak Dióvér bácsi. És énekszóval zárult a Bionap az óvodában elnevezésű programsorozat. A 12. kerület önkormányzati óvodáiban az elmúlt hetekben lázas munka folyt. A több hetes program során a gyerekek többféle bioalapanyaggal ismerkedtek meg. Az alapanyagokból azután ételeket készítettek, amelyek nem csak ízletesek, de egészségesek is voltak. Így megtapasztalhatták, mitől jobb, egészségesebb a bioalapanyagokból készült étel. A program során a gyerekek kreativitásukat is kamatoztathatták. Rajzokat készítettek a számukra legmeghatározóbb pillanatokból. Az alkotásokból most kiállítás nyílt, ahol a 33 legszebbnek ítélt munkát díjazták. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a gyerekek már korán elsajátítsák az egészségtudatos szemléletet. Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, részben a foglalkozásokon is rendszeresen téma ez a gyerekek körében, részben pedig a mindennapi életükben mindig próbálnak az óvónők belecsempészni egy kicsit az egészséges életmódra nevelésből. Ezért aztán szervesen kapcsolódott ez a program az óvodák pedagógiai programjához, hiszen az egészséges táplálkozás az az egészséges életmódnak egy nagyon fontos része. Fontos az, hogy minél hamarabb az alapokkal megismerkedjenek a gyerekek, természetesen játékos, mesés formában az ő életkori sajátságaikat figyelembe véve. A rendezvény sorozat az 50-50 perces foglalkozásokból állt, amely saláta, sára, születésnapja köré, szövődő mesébe illesztve, és itt a gyerekekkel szakemberek foglalkoztak, akik a bio és reform ételeket megismertették velük, és ezen felül pedig közösen készítettek ételeket. Ahogy az óvoda vezetők beszámoltak róla, igen nagy sikere volt ennek, egyrészt boldogan készítették ezeket az élelmiszereket, másrészt pedig tényleg nagyon szívesen elfogyasztották őket. Egyrészt azért, mert ezek tényleg nagyon finomak voltak, másrészt pedig azért, mert egészen más az, hogyha ők maguk készítik ezeket az élelmiszereket. Tulajdonképpen ez úgy a címe a programnak, hogy Bionap az óvodában, de igazából ez nem egy napra szorítkozott a gyerekek életében, hiszen már előtte az óvodapedagógusok felkészítették a gyerekeket erre az egy alkalomra, amikor gyümölcsöt, zöldséget ettek, akkor már beszéltek a témáról. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Elérte ezzel az egyik célját a rendezvény, hogy a gyerekek elgondolkoznak azon, hogy az, amit megesznek, az egészséges vagy nem egészséges. Ezen kívül a másik fontos célja az volt, hogy új ízeket is megkóstoljanak, hiszen tudjuk azt, hogy a gyerekek azok hajlamosak arra, hogy pár dolgot esznek, azt szeretik, és új ízeket, új ételeket nem nagyon mernek megkóstolni, és emiatt a szülők sem nagyon mernek új dolgokat készíteni a gyerekeknek. Ez egy lendületet adott egyrészt a gyerekeknek, hogy igenis megkóstoljanak új dolgokat, és talán a szülőknek is, hogy új élelmiszereket, új egészséges elkészítési módokat is bevigyenek a mindennapos táplálkozásukba. A projektet támogató Mamut Biosétány nem csak alapanyagokkal, hanem szakemberekkel is segítette a rendezvény sorozatot. Képviselőjük szerint fontos, hogy támogassák a hasonló szemléletformáló kezdeményezéseket. A 12. kerületi önkormányzat részéről kaptunk egy nagyobb támogatást, és a Mamut ilyenképpen ő elkezdte ezt a tevékenységét ebben az óvodában, ebben a kerületnek az óvodáiban, de tovább fogjuk vinni ezt a programsorozatot más kerületekbe is, ahol igény van rá. A támogatóink nyersanyagokat biztosítottak ehhez a programhoz, nagyon jó kis recepteket állítottunk össze, és ezekből a nyersanyagokból a főzőiskola, Kuktaparti főzőiskola kis embereinek a segítségével ezeket a recepteket elkészítettük. Tehát a gyerekek feldolgozták a nyersanyagokat, finomságokat készítettünk belőlük ott helyben az óvodában, és aztán ezt meg is ettük a program végén.
A díjazott gyerekek élvezték a munkát, és sokat tanultak belőle. Kókuszgolyót, meg ízé, répagolyót is. Répagolyó. Szerintetek ezek mitől jobban? Mint mondjuk egy... Azért, mert a répa az egészségesebb, és tudunk tőle fütyülni. A most elkészült alkotások is azt bizonyítják, van értelme a befektetett munkának, hiszen így egy olyan hosszú távú folyamat indul el, aminek eredményét később tapasztalhatják majd. 88 hajléktalannak adományozott szemüveget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Hajléktalanokért Közalapítvány. A rászorulók a szemüvegeket Szalai Lászlótól, a Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi missziós orvos csoportjának vezetőjétől vették át a Krisztinavárosi Hajléktalan Centrumban. A Máltai Szeretetszolgálat novemberi látásvizsgálatának 103 résztvevője közül 88 hajléktalannak adományoztak szemüveget a Krisztinavárosi Hajléktalan Centrumban. Nálunk ez egy hagyomány a máltaiaknál. 2005 óta csináljuk ezt a programot. Többnyire a látás hónapjában, tehát októberben, most ez novemberre túlódott ez a program. Ez tulajdonképpen a második fázisa ennek a programnak ebben az évben. Az első alkalommal 41-néhány szemüveget osztottunk ki, 41-néhány személynek, hajléktalannak, és most a második alkalommal 88 szemüveg készült el. Tulajdonképpen ezek az emberek, akiket itt látnak, és akikről a felvételek készültek, és akik számára a szemüveg elkészült, egytől egyig a máltaiak hajléktalan ellátó rendszerében regisztráltak. Tehát vagy az utcai gondozó szolgálatok által ellátottak körébe tartoznak, vagy valamelyik hajléktalan szállón élnek. Ez a program ez sokkal inkább túlmutat azon, hogy Budapesten hajléktalanokat látunk el ilyen módon. Létezik egy 3 éve jól működő program, ez a vedd föl és láss, illetve a látás ajándékba program, határainkon túl, illetve Magyarországon szegregált mély szegénységben élő családokat ér az a program. A Máltai Szeretetszolgálat speciális orvos csoportja évek óta szűri a szem problémákkal küzdő hajléktalanokat és mély szegénységben élőket. Eddig 2500 ingyen szemüveget adományoztak a rászorulóknak, emellett azokról is gondoskodtak, akiknek gyógyszeres kezelésre vagy műtétre volt szükségük. Nyilván lesznek visszatérő páciensek egyrészt, mert elhagyják, eltörik a szemüvegeket, ugye egy hajléktalan embernek az életmódja az nem egy átlagos valami, tehát viszik, hordják magukkal a szemüvegüket. Tehát nagyobb esély van arra, hogy az eltűnik. Azt nagyon remélem, hogy mondjuk nem kerül kereskedelmi forgalomba, vagy nem bántják be másra. Ez egyébként nem is fordult elő sem vidéken, sem itt, tehát ez nem jellemző. És hát annak is van értelme időskorban is, hogy a látást ellenőrizzük, illetve a szemeket ellenőrizzük, hiszen olyan korfolyamatokat tudunk leleplezni egy ilyen szűrés kapcsán, ami mondjuk gyógyszeres terápiát igényel, vagy pedig műtéti ellátást, tehát mondjuk egy szürke hályagot meg kell operálni, vagy egy zöld hályagot ellátni, vagy egy makuladegenerációt kezelni, tehát ez mind már egy magasabb szintű ellátás. Van egy becsatlakozás ennek a programnak az állami egészségügy berkeibe, és azon belül ellátjuk őket. A szemészeti szűrést biztosító látás ajándékba programot Szalai László hozta létre. Kezdeményezésének fő célja az volt, hogy ne csak ingyenes diagnózissal, hanem adott esetben szemüveggel és gyógykezeléssel segítsék a rászorulókat. Már készülnek a betlehemek. Immár 4. éve, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat meghirdette a betlehem állító versenyt. Idén összesen 32 csapat jelentkezett. A kerületi egyházközségek is boldogan részt vesznek a közösségépítő programban. Nem egészen egy hetük van már csak a betlehem készítő csapatoknak, hogy elkészüljenek az alkotásaikkal, mivel december 16-áig kell kiállítani őket. A Boszkó Szent János elnevezésű csapat tagjai idén szárított növényekből készítik el betlehemüket. Tavaly csináltunk ilyen anyagbabákat, és most idén ilyen termésekből csináljuk az egészet. Hát ők a templomnak a minisztránsai. Szerintem ez azért jó, mert így a kreativitásukat, meg a fantáziájukat kicsit felébreszti, mert ugye ezek csak termések, és nekik kell belelátni azt, hogy ebből milyen szobrokat, vagy milyen alakokat tudnak csinálni. Szerintem ez egy elég jó közösségépítő program. Csak terméseket, többek között fahéjat, szárított leveleket, gombákat használtak fel a betlehemük elkészítéséhez.
Szerintem ez lesz a teste, és akkor mondjuk ez lesz a feje, és majd valahogy kékszerűen kifestem, kék árnyalatosan. Hogy fog kinézni az angyalfej, és miből állítod őket össze? Teszek be ilyen fohét, meg ilyen cuccot, és ez lesz talán a feje. Miért jó a Betlehem építés? Mert ez összefogja így a csapatokat, meg akik nem listás csapatban csinálják, azok így összejönnek, és akkor együtt vannak, és ez így jó. Én az egyik királyt csinálom, és hát ez a kettő lesz a lába, ez pedig a teste, és még ebből csinálom majd a palástját, és ez lesz a koronája. A Boszkó Szent János csapat Betleheme az Apor Vilmos téren lesz kiállítva. A görög katolikus diákotthon lakói is évek óta részt vesznek a kreatív programban. Idén ugyanazt a karácsonyi ikont készítik el, mint tavaly, de más technikával. A karácsonyi ikonunkat fogjuk elkészíteni. Tavaly egy égetéses technikát alkalmaztunk, idén pedig különböző színű homokokkal fogjuk megjeleníteni a képet. Az ötlet igazából úgy jött, hogy láttunk egy másik képet, ami ugyanezen a technikával készült el, és ez pont akkor volt, amikor éppen ötleteltünk, hogy idén milyen technikával is készítsük, és így adott volt. Ez a harmadik év, hogy készítünk közösen, nagyjából ugyanazzal a csapattal Betlehemet. Nagyrészt egyetemisták vagyunk, és vizsgai időszak elején, szorgalmi időszak végén nagyon jó egy ilyen pár estét összegyűlni és nyugodtan alkotni valamit, ami nem tanulás, nem egyetem, hanem valamennyien készülünk a karácsonyra, és ez megnyugtató. A Szinaxis görög katolikus diákotthon Betlehemét a Sirály sétányon tekinthetik majd meg. A hegyvidéki református egyházközség apró hittanosai is nagy lelkesedéssel készítik a betlehemi alakokat. Ez két kis bálánka, ez szürke lett volna, csak ilyen picit sárgás lett abból a szürkéből, amit kevertem. Az idei Betlehem Sólisz Gyurma technikával készül, hogy a kicsik is ki tudják venni a részüket az alkotásban. Ez a negyedik alkalom, ha jól számolom, tehát az első alkalommal is már részt vettünk. Minden évben újabb technikát találunk ki, amiben kicsit járatlanak vagyunk, úgyhogy mindig vannak, adódnak nehézségek, de ezeket nagyon jó így leküzdeni. Hát mi a Budahegyvidéki Református Gyülekezet színeiben indulunk, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a templom és a gyülekezet tagjai megjelenjenek az utcán, tehát hogy a templom ne csak valami szép háttér legyen, és hogy a templom emberei ne valami messze lévő emberek legyenek, hanem húsvér emberek, egy közösség, kicsik és nagyok, tehát ezért is apraja nagyja a gyülekezetnek részt vesz. Idén Sólisz Gyurmával dolgoztunk, az volt a terv, hogy a gyerekekhez igazítsuk az anyagot, amivel ők is szívesen dolgoznak, és szép munkák készülhetnek. Nagyon-nagyon élvezték, és a sólízt víz kombinációnak számomra szimbolikus jelentőség is lett közbe, mivel Jézus azt mondja, hogy legyetek ti a világ sói, illetőleg a víz Jézus az élet forrása, a liszt pedig, amiből a kenyér készül, szintén egy nagyon fontos szimbólum a kereszténység számára is. A Hegyvidéki Református Egyházközség Betleheme a Böszörmény út 22-24 szám alá fog kikerülni. A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség Betleheme már elkészült. A vasárnapi Isten tisztelet után ki is állították a Németvölgyi és az Istenhegyi út sarkára. Mi nagyon örültünk 4 évvel ezelőtt, amikor ez a kezdeményezés elindult itt a kerületben, és azt gondolom, hogy a kerület egyik keresztény közösségeként szinte természetes, hogy egy ilyen jó kezdeményezés mellé odaálltunk. Egyetértettünk azzal a céllal, hogy a karácsonyra készülve jó, hogyha az ünnepnek az eredeti eseményére gondolunk, odafigyelünk, és így a köztereken talán ezek a betlehemek azért emlékeztetik az erre járókat, erre utazókat, hiszen mi egy kicsit úgy helyeztük el, hogy itt az autósok, amíg itt várakoznak, talán addig is ebben gyönyörködhetnek az ünnep igazi lényegére, Isten szeretetére, ami karácsonyunknak, ünneplésünknek az alapja.
Olcsó, de praktikus és kreatív alapanyagokból állították össze a betlehemüket, hiszen nem az a lényeg, hogy mennyibe kerül, hanem hogy az ember bele tudja adni szívét és a lelkét a betlehem építésbe, mondta el Végvári Zsófia. Megpróbáltuk úgy összeszedni az alapanyagokat hozzá, hogy lehetőleg kevesebb pénzt költsük, hiszen nem ez a lényeg, hogy mennyibe kerül, hanem hogy az ember bele tudja tenni szívét és lelkét a betlehembe. Csináltunk egy favázat a báboknak, vagy a figuráknak, utána pedig hullámkartonnal borítottuk, és utána mindegyik figura kapott egy alátömést, hogy szépen álljon rajtuk a ruha, és utána textillel vontuk be őket, úgyhogy kis csapatunk összeállt, és a lelkész úr és a lelkészasszony segítségével megvalósult az idei betlehem. A betlehemeket december 16-áig kell elkészíteni és kihelyezni az előre beregisztrált helyszínre. Híreinket visszanézhetik a weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu-n a videótár cím alatt. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!